Köszöntöm Önöket, Önök az Úton magazin évvégi visszatekintő adását látják. A szeptember az iskola kezdés hónapja, ezért ezt a témát jártuk mi is körbe ebben a hónapban. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan lehet csökkenteni a kiselsősök szorongásait. Megfogom a jobb kezemmel a jobb fülemet, megfogom a jobb kezemmel a jobb vállamat, megfogom a jobb kezemmel a jobb csípőmet, megfogom a jobb kezemmel a jobb térdemet, megfogom a jobb kezemmel a jobb bokámat. Minden testrészüket elvitték a suliba az István Király Általános Iskola első B-osztályos diákjai a tanév 7. munkanapján. Miért ez a bal keze, Ádi? Mert ott dobog a szívű. Nagyon ügyes, nem? A kisiskolások ugyan már elkezdték a tanulást, a játékot azonban nem hagyták abba, bár az óvodáról iskolára váltás így sem egyszerű a gyerekek számára. Mi az, ami nehéz nektek a suliban? Fent maradni. Nehéz picit sokat ülni. Miért szereted a legjobban az iskolát? Hát mert itt nem kell aludni. Mindig jó volt ott aludni. A gyerekek többsége az egy helyben ülést viseli a legnehezebben. Akadnak, akiknek az alvás hiányzik, míg mások többet rajzolnának vagy játszanának az udvaron. Itt nem kell aludni, mint az oviba. Szeretem a tesi jólát, és azt, hogy már így egyre jobban cseresek barátokat. Csak azt tetszett az oviba, hogy tudtunk szegfoglalózni. Én nem szeretem az ovit. Miért? Nem, unalmas volt. Abban minden gyermek egyetért. Tanulni jó még, akkor is, ha az fárasztó tevékenység. Az osztás órát szeretem. A ovi nekem már unalmas volt, hogy így üljünk körbe, meg minden. Mindig fáradt vagyok a sok tanulásban meg. Unom, hogy mindig ürültes és jó a tanulás. Neked mi a rossz, mi a nehéz itt? Nekem az, amikor melegen van, és még akkor is tanulunk az iskolába. Az első B osztályfőnöke azt mondja, az első néhány hónap egy átmeneti időszak a gyerekek számára. Annak ellenére, hogy egy picit bezárva éltük az életünket előtte, ennek ellenére a gyerekek nagyon szépen felkészültek az iskolára, és nagyon várták az iskolát láthatóan. Nagy öröm nézni egyébként reggelente, hogy csak mosolygós arcokat látok, amikor megérkeznek az iskolába. A tananyagot természetesen elkezdi az osztály szeptemberben, a fő hangsúly azonban nem ezen van. Ez egy átmeneti időszak, nagyon sokat játszunk, nem ülünk olyan sokat a padban, mint ahogy esetleg a gyerekek érzik. Nagyon sok a körjáték, nagyon sok a mozgásos játék. Ugye hát nem egyből azzal kezdjük, hogy a betűket tanítjuk, hogy olvasni tanuljunk, illetve már belecsöppentünk abba is, de emellett képesség és készségfejlesztés folyik, tehát nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek ugye tudják, hogy melyik a bal kezük, jobb kezük, vagy éppen jól tájékozódjanak a térben, a testükön, mert ezek mind fontosak ahhoz, hogy gördülékenyen menjen majd az olvasás. Tanulás, ami ugye tudjuk, hogy mindennek az alapja. Ez a gyerekek második hete az új helyen, a tanítónénikkel azonban már felépült a bizalom. Nagyon kommunikatívak a gyerekek, és nagyon nyitottak felénk, úgyhogy az ismerkedés az nagyban folyik, és úgy gondolom, hogy nagyon közel vagyunk már egymáshoz, nagyon szeretjük egymást. Hát az oktatás nyilván, a tanítás nem lehet szétválasztani a neveléstől, tehát ez a kettő, ez szorosan összefügg, és nyilván itt is vannak szabályok, amit be kell tartani a gyerekeknek. Ez az első időszak, ez arról is szól, hogy ezt nagyon sokféle helyzetben, nagyon sokféle szituációban gyakoroljuk, hogy mi az, amire figyelni kell, mi az, amit be kell tartani, hogy itt mindenki jól érezze magát, és ne érje például baleset a gyerekeket. Picit még én mindig gyerek vagyok, és ez kell is ahhoz, hogy ilyen bizalmi kapcsolat alakulhasson ki a gyerekek és én közöttem. A
kis elsősök számára nem szeptember 1-én kezdődik az iskolával való megismerkedés, a járvány miatt azonban nem tudtak a nagycsoportosok az iskolában játszani, és csak a nyár végén volt a gúlyatábor is, melynek szintén az a célja, hogy megkönnyítsék a gyerekek számára a beilleszkedést. A gólyatáborban délelőttönként 2 nap, itt lehettek a gyerekek, megismerkedtek a tanítónénikkel, egymással, és egyáltalán magával az épülettel, a szokás jogokkal, vagy lehetőségekkel, a szabályokkal egy picit, és készültek arra, ami nagyon fontos volt, hogy az első napokban abszolút nem sírtak a gyerekek. Mindig azért akad egy-két tanuló, akinek fáj elválni a szülőtől, de a szülők azért egész idáig bekísérhették őket, illetve a tanítónénik fogadták a gyerekeket. Az igazgató szerint az osztályfőnököknek és a tanítónéniknek óriási a felelőssége, de Krélingné Kovács Tünde úgy véli, minden kollégájában megvan a kellő empátia, játékosság és határozottság ahhoz, hogy a gyerekek mindegyike megtalálja a helyét az új közösségben. Empátiát. A szabálytudat az azért fontos, hogy érezzék azt, hogy vannak határok és biztonságban vannak. A másik oldalon pedig az, hogy képes vagy rá és legyen motiváció, illetve az, hogy ő ügyes. És érezze azt, hogy szeressen iskolába járni, jó legyen itt az osztálytársak között, és azért a dicséret meg mindenképpen nagyon fontos, más tanulónál is természetesen, de az elsősöknél meg különösen. Azt hiszem, hogy az elsős tanítónénik nagyon jól, játékosan és beleérző képességüknek a legmagasabb fokán próbálják kezelni a gyerekeket. Nagyon sokszor megkönnyezem a ballagásnál, vagy a búcsúnál a tanulókat, hiszen volt 120 centi, vagy 140 centis kis tanuló magasságra, és nagyon sokszor lépcsőről érem el, hogy puszit adhassak neki. Tehát azt gondolom, hogy az életem során nekem is volt olyan osztályom, hogy elsőtől, nem második osztálytól 8. osztályig vittem őket. És azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb és legszebb érzés az életemben, mert végig és nyomon követni azt, hogy egy pici elsősből igazából már egy majdnem felnőtt, aki nem biztos, hogy tudja, hogy mi szeretne lenni, de azért középiskolát választ, és elengedni a kezüket, igazából nem is rögtön jönnek vissza, hanem évek múlva, és akkor tudják megbecsülni azt, hogy jó volt itt, vagy nem volt itt jó, de én azt gondolom, hogy mivel tanárkollégáink is vannak, volt tanítványok, szülők között nagyon sok volt tanítvány van, azt gondolom, hogy azért ez magáért beszél. Kihez repülök a Tita Bogár? Micsoda kezek vannak itt! Nem? Segítek, hozzá megyek egy nyelvet is kilogat. Fogd meg nyugodtan. És mondd el. Az, hogy apával voltunk Horvátországban, és voltak medence is, és a vízibiciklivel beugráltam a vízbe, egyszer lemerültem nagyomére, és gyűjtöttem 10 darab kagylót, feljöttem, azt egy ideig köhögtem, és utána pedig beültem a csónakba, azt visszament. Hofferné Horváth Zsóka, a Tóvárosi és az István Király általános iskola pszichológusa. Nagyjából 1000 diák, a 2 tantestület és a szülők fordulhatnak hozzá segítségért. A szakember szerint, ha néhányszor sír az iskola kezdés idején a kisdiák, nincs baj, de ha ez rendszeressé válik, az problémát jelenthet. Ha egyszer-kétszer sír még az elsős, az abszolút lehet attól, hogy hiányzik neki a testvér, a barát, az anyuka az óvodából, a bármi, amit megszokott. Hogyha ez újra meg újra visszatér, az például egy figyelmeztetője, tehát hogyha heteken át van egy fontos tünet, ilyen jelek lehetnek még az agresszivitás, tehát hogy
esetleg az empátia, az együttérzés hiánya, tehát hogy ebbe a korban még tanulják azt is, hogy hogyan legyenek empatikusak, de hogyha nagyon nagy dühösség van bennük, sok agresszió, akkor ott fontos szakember segítségét kérni. A tanítónőkkel való együttműködés nagyon fontos, mert ők sokat látnak a gyerekből, és hogyha ők is jeleznek valamit, hogy ez valóban probléma a közösségben, akkor az például egy figyelmeztető jel lehet. Azért jó elsőben is már odafigyelni, mert akkor nem lesz sokkal nagyobb probléma később. Tehát, hogyha már elsőtől kezdve odafigyelünk, hogy a gyerekünk be tud illeszkedni a közösségbe, nem agresszív, nem fél, nem túl visszahúzódó, hanem szép fokozatosan szeret ott lenni, akkor a későbbiekben nem lesz egy sokkal súlyosabb probléma, mint a lavina. Tehát, hogy most még csak pici ez a probléma. Fontos ilyenkor segíteni. Több nagy váltás van az emberek életében, de az egyik legmeghatározóbb változás, amikor az óvodásból iskolás válik. Hofferné Horváth Zsóka szerint szülőként úgy segíthetjük fel a gyerekeket ezen a lépcsőn, ha minél többet beszélgetünk velük. Sok nagy váltás van az emberek életében, de ez biztos, hogy egy nagyon fontos változás, hiszen a játékos világból egy teljesítményorientáltabb rendszerbe kerülnek a gyerekek. Természetesen a kolléganők, a tanítónők nagyon ügyesen, fokozatosan hozzák be a tanulást játékosan, de amire nagyon fontos odafigyelni, az az ismeretlentől való félelem, szorongás oldása. Hiszen a gyerekeknek megváltozik a mindennapi ritmusa az életének, és ezért is fontos, hogy felkészítsük a gyerekeket arra, hogy az iskola más lesz, mint az óvoda, és tudjunk beszélni velük erről. A pszichológus hozzátette, a gyerekek mindentől képesek szorongani, szülőként akkor cselekszünk helyesen, ha ezeket megpróbáljuk oldani például azzal, ha nem várunk el tőlük túl sokat. Lényeges dolog, hogy el tudják mesélni, hogy mit élnek meg, nem csak az, hogy mit ettek, mit tanultak, hanem milyen élmény volt az iskolában lenni, milyen érzéseik vannak. A közösség is más itt, mint az óvodában, és sokkal fontosabb az önálló teljesítés. Tehát most már nem közös játékok vannak csak, hanem egyre több mindent kellünk nekik egyénileg képesnek lenni, hogy meg tudják csinálni. És erről például nagyon fontos, hogy otthon is szó legyen, meg a kollégáknak is nagyon fontos dolga, hogy a gyerekeknek a teljesítményre való vágyuk ne váltson el szorongásban, mert nagyon gyakran tudnak teljesítmény szorongani a gyerekek, és ez fontos feladat a szülőknek is, hogy nem baj, hogyha a gyerek nem 100%-osan teljesít, főleg nem első osztályban, és legyünk rugalmasak ezzel kapcsolatban. Ha még első osztályban nem olyan ügyesen ül és figyel, majd beleszokik az iskolában. Ez egy ilyen időszak. Mindent, hogy tudnak szorongani, félni a gyerekek. Itt nem az a kérdés, hogy mi az, ami tárgya a szorongásnak, hanem milyen lelkiállapot miatt szoronganak. Tehát, hogy alapvetően, ha megvan a biztonságos környezetet adó család és iskola, és az érzelmi nevelés fontos része az életünknek, a gyerekeknek, akkor ez a szorongás tud oldódni. Az elsősöknél nekem is nagyon fontos feladatom ennek a szorongásnak az oldása, amit osztály- és csoportfoglalkozások keretében meg is csinálok rendszeresen nagy örömmel. A hosszú iskolás nap után a gyerekek legfontosabb feladata a pszichológus szerint nem más, mint a semmittevés. Nagyon fontos a haszontalan időtöltés otthon, ezt Vekerdi professzor úr fogalmazta meg, ő mondta azt, hogy nem kell mindig vetköztetni, etetni, ezt csinálni, néha csak legyünk együtt, és éljük meg ezt örömmel telve, és a gyerekeknek nagyon változó a hangulata, hogy éppen akarnak-e mesélni, vagy sem, erre is legyünk tekintettel. Érdemes úgy felhozni a témát, hogy akár rajzolás közben rajzoljunk az iskoláról, vagy könyvek segítségével, mesekönyvek segítségével. Janikovszkijának van több ilyen témájú könyve, de más mesekönyveknél is. Nézd, a Moszkó iskolába menj, nektek is ilyen az iskolapad, és mesélj, vannak barátaid, mint a Moszkónak a mesekönyvben. Bármilyen témában fel lehet hozni, nagyon sokat segít, hogyha lehet velük mesésen, és játékosan beszélni erről, de hogyha odafigyelünk a gyerekünkre, és elkapjuk azt a hangulatot, amikor szívesen mesél, akkor elég csak párat kérdezni, és egyszerűen csak visszatükrözni azt, amit mond tényleg, és akkor ő folytatni fogja. Tekeredik a kígyó, rétes akar lenni.
Ahogy most a kígyó tekeredik, úgy változik a gyerekek fejlődési ritmusa és az iskolához való viszonya is. De ez így van jól, a teljesítmény ebben az időszakban még nem kell, hogy igazán fontos legyen. A szakemberek szerint arra kell fókuszálni, hogy a kicsiket otthon és az iskolában is biztonságos közeg vegye körül. Tartsunk kutyát, vagy ne tartsunk, érdemes akkor választani magunknak négylábú társat, ha mindent meg tudunk adni az állatnak. A felelős kutyatartásnak ugyanis számos jótékony hatása van a gazdi életére. A lövések sem tántorítják el Mócit a feladat teljesítésétől. A 6 éves magyar vizslának parancsra kell az akadályba rejtett dúvadat a vadászlábához hoznia a Soponyán 44. alkalommal megrendezett vizsla főversenyen. Farkas László évtizedek óta osztja meg életét négylábúakkal, rengeteg időt tölt velük, akik, mint a vadász mondja, családtagok, barátok és munkatársak is egyben. A vadászkutya vezető versenyekre is gyakran jár, nem véletlenül, hiszen a páros a legjobbakat hozza ki a másikból. Nagyon szeretek kutyázni, és nagyon jó kutyám van, és ennek a képességeit nem kihasználni, az talán vétek. A bensőséges kapcsolat, ami köztük van, a gazda szerint a szeretetnek, az odafigyelésnek és a sok közös játéknak, munkának köszönhető. Azt kell, hogy az ember nagyon szeresse a kutyáját. Nagyon szeresse, mert a kutya ugyanúgy, sőt, ha lehet még jobban viszont szereti. És ez alapfeltétele ahhoz, ahogy olyan megfelelő minőségű munkát végezzen. A kölcsön, a szeretet, bizalom. Másképp, ha ez nincs meg, akkor nem képes a kutya kihozni azt, ami benne van. A helyszín még mindig Soponya, de az időpont egy héttel korábbi. Az ökocentrum területét akkor is boldog kutyások, pontosabban magyar vizslások lepték el. A tavaly alakult Magyar Vizsla Világszövetség első alkalommal szervezett ugyanis főtenyészvizsgát, melynek első napján a vadászkutyák küllemét bírálták. Színes szögellése, kitűnő mozgás. Szalai Csizmadi a Helga Németországban él, és 4 éve van magyar vizslája. Azt mondja, mindenképp magyar tenyésztőtől szeretett volna magyar fajtát vásárolni. A családban összesen 4 vizsla van, akik vadásznak is. A gazda a főtenyészvizsgára a 16 hónapos fickóval érkezett, és kiváló minősítést kapott, mégsem ezért tartanak kutyákat. Ők nagyon-nagyon szeretik a gyerekeket. Nekünk 2 kisgyerek van otthon, 1 8 és 1 6 éves, és hát ők a központ számukra. Tehát mindenben otthon vannak, ha játszani kell, ha tanulni kell, mindig ott vannak a gyerekek mellett, úgyhogy bármikor számíthatunk rájuk. Hátrod! Borát! A helyszín most már egy székesfehérvári kutyaiskola, ahol szintén a kutya-gazda kapcsolat erősítésén dolgoznak a párosok. Teker Norbert 3 gyerekes apukaként döntött úgy feleségével 1 évvel ezelőtt, hogy új családtagot választanak maguknak. Ő nagyon úgy érzi, hogy ő a 4. gyerekünk, tehát sok esetben úgy viselkedik, és sok esetben ki is tudja harcolni ezt. Tehát nem feltétlen jó ez, de ezt így fogadtuk el. 3 gyerkőcöm van, és én úgy gondolom, hogy valamennyire az, hogy egy állatot kell gondozni, az nagyon sokat jelent, és sokat tanulhatnak a gyerekek belőle. A pszichológus szerint a gyerekekre kifejezetten jótékony hatással bírnak a kutyák. Dorotovics Miléna azt vallja, a kutyák segíthetnek a kicsiknek nyitottabbá és empatikusabbá válni. Főleg érzelmi nyeresége van a kutyatartásnak, például az, hogy empátiára tanítja a gyerekeket, tehát mondjuk a kutya beteg és oltást kap és látja és sír és átérzi a fájdalmát, ezzel már rengeteg érzelmi készsége fejlődik a gyermeknek. Ami a legfontosabb, hogy rendszerességet, napi rendet ad a gyerkőcnek, mondjuk egy nagyobb gyerkőcnek már felelősség érzete is alakul a kutyatartással, a gondozással, az odafigyeléssel, és ugye a rendszeresség a gyermek lelki fejlődésében a biztonságérzethez nagyon fontos, hogy az meglegyen. A gyerekek és a kutyák önfelett játéka szinte semmivel sem pótolható.
olyan önfelett játék és örömforrás tud lenni a kutyával, amit más nem tud visszaadni, és olyan szociális és kommunikációs készségeket tudnak megtanulni a gyerekek, de akár a felnőttek is, magányos felnőttek a kutyákkal kapcsolatban, amit később szociális, kortárs kapcsolatokban, barátkozásban tudnak használni. És laza kocogás, fekszik, fekszik, fekszik a fel. Erről van szó! Lizi az alapokat tanulja meg itt a kutyaiskolában, de ennél többet is ér ez a heti néhány óra közös játék. Segít nevelni a kutyát pontosan, hogy szót fogadjon a bizonyos parancsoknak. Tehát érdemes mindenképp, máskülönben sok esetben nem úgy viselkedik a kutya, hogy elvárnád. Tehát elmentek sétálni, esetleg biciklis esetleg nem szereti, vagy aki futó, úgyhogy mindenképp ez hasznos, és szerintem nem is a kötelező, de nagyon-nagyon ajánlott minden kutya tulajdonosnak. És az, hogy teker Norbert ezeken az órákon, vagy éppen a napi séták közben csak magára és a kutyára koncentrál, további előnyökhöz juttatja. Amivel nekünk változott, és amit hozzáadott az életben, hogy egy kicsit az én idő az sokkal több. Tehát el tudsz menni kettesbe vagy a kutyával az erdőben, és akinek attól függ, milyen munkája, milyen stresszes munkája, ez viszont nagyon sokat segít a relaxációban. Na jó reggelt, jó reggelt! Göde Gábor az iskola vezetője azt mondja, teker Norberthez hasonlóan kezdi a legtöbb ember a kutyás életet, majd miután a kutya megtanulja az alapengedelmességi feladatokat, a gazdin nem hagyja abba az iskolába járást, hiszen ez a közös program a páros mindkét tagjának élményt jelent. Elsősorban az alapengedelmes dolgokat tanítjuk ugye a kutyáknak, láb mellett követés, ültetés, fektetés, illetve ugye a behívhatóság. Általában ugye ezt is szeretnék a gazdik. Viszont a tapasztalat az, hogy amikor már hát többé-kevésbé ugye stabilan tudják ezt a kutyák, akkor már elsősorban azért járnak, ugye, hogy egy plusz kikapcsolódást nekik is, illetve ugye a kutyáknak is ez. A kutyás élet természetesen nem való mindenkinek, csak azoknak, akik ismerik az állatfajta szükségleteit, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy azokat ki is elégítsék. Akkor viszont valódi, boldog, társas kapcsolat alakulhat ki ember és kutya között. Csányi professzor úr mondta például egy interjújában, hogy a kutya bolond az nem lesz. Tehát annak születik egyébként, és akármit is csinál, nem tudja gyógyszerre kikezelni, az lesz belőle, és a végén az lesz természetesen, hogy hazavisz egy kutyát. Meg kell találni az arany középutat a felelős állattartás tekintetében is. El kell azon gondolkodni, én azt gondolom, hogy az állat van-e értünk, vagy mi vagyunk az állatért, vagy pedig egy olyan szimbiózist akarunk vele kialakítani, amiben mindenki jól érzi magát, és úgy érzi magát, ahogy az ő természetének megfelelően adottságként a lehető legjobb. A szociológushoz hasonlóan vélekedik a kérdésről a pszichológus is. Dorotovics Miléna hangsúlyozza, a kutyatartás pozitív lelki hatásai akkor érvényesülnek igazán, ha ebben a kapcsolatban az állat is jól érzi magát. A kutyatartásnak a pozitív lelki hatásai akkor tudnak a leginkább megvalósulni, hogyha egy erős érzelmi kötődés van a kutyával, tehát egy tudatos kutyatartás van, tehát oda van figyelve a kutyának az igényeire, az életkori sajátosságaira, akkor tud lenni pozitív hatása. Dorotovics Miléna szerint a felelős kutyatartás kis túlzással, akár egy terápiával is felérhet. A kutyás élet számos jótékony hatással van a lélekre. Általánosságban az állatoknak a közelsége, jelenléte, csupán a jelenléte már egy feszültségoldó, hangulatjavító dolog. A kutya feltétel nélkül szereti a gazdáját, és ez az élmény a pszichológus tapasztalatai szerint óriási kincs, ráadásul a hagyományos családokban nem is mindenki élheti át. A kutya talán ez a legfontosabb szerintem, hogy feltétel nélkül szeret. Tehát, hogy mindig ott van, nem kritikus velünk, nem csak akkor bújik oda, hogyha jó vagyunk vele, hanem akkor is, ha látja, hogy nekünk valami problémánk van, és ez nagyon-nagyon gyermekeknél is, felnőtteknél is az önbizalmat, a pozitív énképet nagyon erősíti. Egy kutya mindemellett a természethez és az aktív élethez is hozzásegítheti tulajdonosát.
aktívabbá tesz minket, sétáltatni kell, szabadba vagyunk, többet mozgunk, ez már az egészségünkre is jó hatással van. Ugye ugyanúgy, mint az embereknél az ölelés, a testi érintés, a kutyának a testi érintése is olyan hormonokat szabadít fel, ami a stressz csökkenti, a boldogság hormon szabadít fel, tehát már maga a kontaktus is örömforrást ad a szervezetünknek. Ehhez kapcsolódik a szociológus álláspontja, aki szerint a kutyatartás a természethez való viszonyt erősíti. Domokos Tamás azt mondja, az ember a környezet része, és a kötődésre alapvető az igény. Az ember mégiscsak a biodiverzitás része, tehát önmagában a természet része, ezért alapvetően teljesen normális vele született jelenség az, hogy keresi a természethez való kapcsolódást, kötődést, olyan helyzetekben, olyan szituációkban is, amikor esetleg beszűkül bizonyos terekbe, mondjuk városi terekbe az emberi népesség. Ennek a jeleit egyébként látjuk, tehát gyakorlatilag a változás egyfelől a természetben olyan, az emberi természetben nincs, én azt gondolom. Másfelől az erőforrások, a lehetőségekhez való hozzáférés okozza azt a fajta változást, meg nyilván ez az életmódunk, ami miatt új eszközökhöz, új technikákhoz, új praktikákhoz nyúlunk, amikor ki akarjuk elégíteni a természeti lényből fakadó vágyainkat. A szociológus hozzátette, a kutyák hasonló társadalmat alakítottak ki maguk számára, mint az emberek, így nem véletlen, hogy ezek a fajok lettek a legelterjedtebbek. Nem véletlen, a állatvilágban a kutya az a biológiai egyed, amelyik a legtöbb olyan típusú rokon vonást mutat a társadalmi szerveződések tekintetében, ami az emberi társadalomban is alapvetően megvan és jelen van. Göde Gábor nem győzi hangsúlyozni, hogy akár egy sima közös játék, egy-egy iskolai foglalkozás, netán őrzővédő tréning, vagy bármilyen kutyásport, a közös minőségi idő mennyi mindent adhat hozzá a kutyagazda kapcsolat erősítéséhez. A kutyával elsősorban úgy tudjuk ugye a kapcsolatunkat javítani, hogy minél többet foglalkozunk vele. Ez akár lehet alapengedelmes, vagy akármilyen engedelmes képzés, akár lehet játék is, tehát ugye a jó kutya-gazda kapcsolatnak elengedhetetlen feltétele az, hogy a kutyával foglalkozunk bármilyen szinten. A kutya kiképző gyermekkorában érintette meg először a kutyázás szele, de csak évtizedekkel később vált mindez a szenvedélyévé. Kisgyerekkorom óta szerepet töltenek az életemben a kutyák. Egész egyszerűen én is elkezdtem kutyaiskolába járni, és annyira megtetszett ez a dolog, hogy kitanultam ezt az egészet. Illetve még folyamatban van, mert ez ugyanolyan, mint bármi más szakma, sosem lehet eleget tanulni. Göde Gábor is egy kutyaiskolában kisdiákként talált rá az igazi hivatására jó néhány évvel ezelőtt. Kis túlzással azt mondhatom, hogy mindent, amint van rá lehetőségem, vagy a saját kutyámmal, vagy a párom kutyájával foglalkozom, illetve foglalkozunk. Illetve azt is mondhatom talán, hogy ez egy hobbi és egy hivatás is egyszerre. Tehát a heti 7 napból biztos, hogy kutyázom, vagy itt, vagy adott esetben Szadán, Gödöllő mellett, tehát a mai napig én is tanítok és tanulok is. Ha nem is mindenkinek válik a hivatásává a kutyatartás, a felelős állattartók számára mindenképpen a szenvedélyük a házi kedvencük. Nem számít nekik sem az, hogy kistestű vagy hatalmas a jószág, hogy szőrös vagy éppen kopasz, hogy fajtatiszta vagy keverék, hogy törzskönyvezett vagy menhelyes, hogy fiatal vagy már idős. Nem sajnálják a kutyákra, illetve az általuk okozott kosz eltakarítására fordított időt meg a pénzt, mert tudják, a befektetett energiát sokszorosan visszakapják. Ja, és a szőrös, pontosabban ahogy mi hívjuk, a kutyás ruhákról nem is beszéltem. Egy idő után mindaz lesz. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót önöknek, viszontlátásra!